Sziasztok, Szandra vagyok, és elhoztam a legújabb gameplayemet, és a mai gameplay egy két heti frissítés összefoglaló valami lesz. És igen, itt hagytam abba az előző SSO-s live-omat, szóval jó, ugyanabba leszek, meg ugyanezzel a lóval, de ahogyan hallottam, megláttam, most elolvastam, hogy mik voltak a frissítésben, igen, a beszéd, az inventár megújult. Hát igen. Nem mintha a kantárban, ugye ez sokat segítene nekem, hogy melyik van kint, de amúgy tényleg a ruhákban sokat segít, hogy látom, hogy mi az. De őszintén szólva ez a színválasztás, ez nagyon nem volt jó szerintem. Meg nem tudom, olyan kifejletlennek látom az egészet. Ja, amúgy Gerihez indultam el, mert ma lovat fogok venni, őslovat. Igaz, hogy csomó olyan lovam van, amit fel kéne edzenem, de hát ez majd jövő nyárra fog maradni. De most szeretnék őslovat venni. Méghozzá nem is biztos, hogy csak egyet. Mert mennyi pénzem van? 2200. Igen, egész eddig nyitva volt az inventárom, és nem néztem meg az SC-met. Mindegy. 2283-am van. Egy kisméretűt biztosan veszek. A lilát szeretném megvenni, mert az nagyon megtetszett. És még gondolkozom igazából a nagyméretűeken, mert tudom, hogy egy csomag őslóról azt hiszem, hogy lemaradtam. De azok nagyon ilyen extrák. És nem biztos, hogy szeretnék valami még extrább lovat. Nekem a téli ősló is elég durva már. Szóval az ilyen nagyon arany kinézetűt nem biztos, hogy annyira megvenném, sőt, biztos, hogy nem fogom megvenni, de azért megnézem őket, de igen, az új inventár. Igazából én örülök neki, hogy láthatjuk ezt, de ezt a szín dolgot, ezt nagyon gyorsan ki kéne javítaniuk, meg nagyobbak lettek a kockák, vagyis most olyan iszonyatosan nagynak tűnnek ezek a dolgok benne. De ezt is meg fogjuk szokni igazából. És ja, viszont a My Stable-ös ruhatáromra vagyok kíváncsi, ha azt is megcsinálták így. De először tényleg őslovazunk. Aztán még mi volt új? Ja igen, a token vadászás folytatódik, ami nekem még a második fejezet sincs meg. Szóval ezt még jegeljük ezt a témát, de 500 XP-t lehet nyerni. Nyerni? Hát igazából kapni a sok munkáért, meg még mit lehet? Ja, meg egy token sárkányt, aminek nagyon örülök. Pluszba még jött egy utazós dolog. Igen. Az utazós valami piac dolog. És amúgy a vadon hívása. Ez nem itt van? Ja, hogy itt vagyunk Gerinén, és Morland Lobardára írja. Értem. Ja, amúgy Délpatánál csináltam egyszer kék felit, és kaptam sárga felit. Szóval majd ezt is meg fogom csinálni egy részben. Előre fölveszem, és oh, hello guys. Na igen, szóval erről beszéltem, hogy ez a ló biztosan nem kell nekem, mert ez nagyon durva. Amúgy régen csináltam, ezt miért nem vettem le, így sokkal jobb. Régen csináltam erről a három lóról biztosan véleményezős videót, azt majd lelinkelem. És ja, itt vagyunk. Szervusz! Hát nem hihetetlen, már több mint 3 éve annak, hogy először hoztam el a különleges kancáimat idei Firgrove-ba. Nincs annál szívet melengetőbb számomra, mint a varázslatos lovaimat megosztani olyan lovasokkal, akik értékelik Jorvik vadabb oldalát is. Erre a különleges látogatásra ezeket a szivárvány színű sörénnyel ékeskedő klasszikus paripákat hoztam magammal minden szőrszínben. 2 méretben érhetők el, a Shire lóhoz hasonló nagyméretben, illetve az izlandi... Ez izlandi póni? Hát mondjuk... Ja... Kinézeten túl ugyanolyan csodálatosok és gyorsak, mint Jorvik többi lova, azonban ezek a varázslatos lovak érdekesebbek, mint elsőre gondolnád, ha belovagolsz a városba, igen, más színek lesznek. Ó, kis jó, Geri, köszi. Ó! Lett helyem a barátlistán, wow! Na szóval,
Ugye ez a kék van meg, az a zöld, és a télit nem hozták be, még a téli van meg. De úgy gondoltam, hogy ez a lila is jöhetne hozzám. Mert barátnőm karjába voltam egyszer, igen, de meg a karakteri izéde, de ismerjük egymást élőben is, meg stb. Szóval nála voltam, és neki ez is megvan. És nagyon megtetszett ez a lila, amúgy. Ahhoz képest, hogy annyira nem vagyok híve az ilyen őslovaknak. Mert most ez a szivárvány színe is, hát fura. Ez nagyon fura ez a ló. Nem is tudom, milyen a sima színe, szóval most meg is nézem egy fél pillanat. Na, meglestem az alapszíneiket gyorsan, és neki egyáltalán nem tetszik egyik színe se. Neki amúgy gondolkozom, mert milyen vicces lenne már egy ilyen szivárvány színű, ha is még a szeme is változós, ilyen szivárvány színű lovat megvenni. Plusz amúgy oké, hogy ez a színe nem tetszik, de az alapszín szerintem már nagyon-nagyon édes. De ez nekem tényleg már túlzás. Pedig az alapszín az nagyon-nagyon tetszik. Ezek közül a lovak közül már nem fogok venni, az biztos. Bőven elég ez a zöld. Igen, bőven elég. De most gondolkozom, hogy mindkettő kicsit megvegyem-e. Mert végül is csak 399-be kerülnek. És ez nem annyira sok egy lóért itt az SSO-ban a mostanában. De nem tudom, hogy mennyire szeretném őket, és hogy mennyire edzeném ki őket. És most már nagyon sok lovat kéne edzenem, és ugye nincsen időm egyáltalán, szóval ezek tényleg nyárra maradnak. Jó, az a lényeg, hogy a lilát biztosan megveszem, mert őt már nagyon kinéztem. Igen, 399, jó, megveszem. Viszont név az még mindig nincs meg hozzá. Sose tudok jó neveket adni a lovaimnak. Nincsen valami poraple. Hol vagyok? Nincs pumpkin. Hát akkor nézzük. Egyszerűen nem ad egy olyan nevet, amire azt mondom, hogy oké. Jó, ez iszonyatosan béna név, de egyszerűen nem tudok jobbat kitalálni. Szóval Crystal Magic, mivel varázslatos és ilyen. Hát ilyen kristályos. Szóval Crystal Magic, hello a csapatban. Aztán nem tudom, hogy a pirosat is megvegyem-e, mert ugye nem biztos, hogy annyira visszakerülnek már. Vagy visszakerülhetnek. Jó, Istenem, fogy a pénz. Mert ezen is gondolkozom, hogy jó lenne egy ilyen ló, de lehet, hogy csak azért venném meg, mert ugye nem jönnek vissza, és ez nagyon-nagyon rossz kifogás, hogy jaj, nem jönnek vissza, úgyis visszahozzák egyszer. Mert kell a pénz az SSO-nak, de amúgy nem hozták vissza az összeset. Volt még egy ilyen feketés, ilyen lángos. 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 Ilyen lángoló sörényű is, amit nagyon megvennék. De hát nincs itt, szóval nem tudom megvenni. De az lehet, hogy csak ilyen Halloween-kor volt benne. Mindegy. Szóval, lehet, hogy most megspórolom ezt a lovat, és veszek egy olyat. Nem? Nem vegyek? Ó, Istenem, szörnyű. Utálom a lóvásárlásokat. Egyszerűen annyit szeretnék venni, de mivel most tényleg kevés a pénzem, ezért nem kéne venni még egyet. De ha meg elmennek és nem hozzák vissza, és meg szeretném venni, akkor meg így. Jó, még eljön ez a piros is velem. Nem érdekel, meg lesz mint három. Szörnyű vagyok. Na viszont neki valami nagyon scary. Glaze. Hol volt a glaze? Láttam. Ja, gazer. Mi az? Nincsen glaze.
Talán tibe. Vagy már az összes sorrendben van. Flame. Scary Flame. Oké, Scary Flame. A nevekben tényleg nem vagyok jó, tényleg. 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 Mindegy. Két új ló, ez is sok. Szörnyű vagyok. Gyerekek, szörnyű vagyok. Na, de amúgy, ha nagyon kedvem lenne még vásolni, őt is megvenném, mert ő tetszik, meg az alapszíne is. De úgyis még vissza fogják hozni, akár 3 év után is. És nem szeretném megbánni, hogy megvettem egy ilyen nagy lovat, mert őszintén szólva, ezzel az őslóval nagyon sokszor mentem, és akkor nagyon szerettem, de már fel nem ülnék rá. Ez még mindig durva ez a ló. Meg az az arany. Na mindegy, akkor nézzük meg az új szerzeményeimet. Ha már így belásároltam. De ez még egy olcsó vásárlás volt, azt kell, hogy mondjam. Azt kell, hogy mondjam. Ó, és igen, most mindenki őslóval mászkál. Na, itt az alapszíne annak a fura kinézetűnek. Most direkt nem látom a neveket, igen. És hát ez annyira nem tetszik. Meg amúgy, jó, tényleg jó, hogy nem veszem meg azt a nagy Shire-t, mert nekik a sörényük valami szörnyű szerintem. Ó, nagyon szép, elrendezett istáló. Akkor nézzük meg, hogy itt is, ahaha, itt is így néz ki, de durva. Azta. Hát így sokkal egyszerűbb kikeresni a ruhákat. Jó, mondjuk, hát igen, a felszereléseknél szerintem a kantároknál nem sokat segít, de például nyereg alátétnél végre látom, hogy mi van. Ó, de viszont ez így nagyon durva, hogy ilyen nagyon nagy lett. Ó, wow. De itt megmaradt a pici, ezt nem értem. Jó, oké, rendben. Na, de akkor, ha ez meg lett, akkor mehetünk az utazó dologba bevásárolni. Egyszerűen, jaj, ugye kevésszer lépek fel az SSO-ra, és akkor mindig megörülök, hogy sok pénzem van. És így ennyi volt a sok pénzemnek. És még költhetjük tovább. Nem biztos, hogy itt kéne bemennem, de hát most ide jövök be. Hello! Luciana! Én úgy imádom az utazópiacot. Múltkor, amikor itt voltam, a legcsodásabb gyapjúból készült nyeregelátétet találtam Szíriónak. Nagyon kényes az ilyenekre, tudod? Vajon milyen kicsekre lelek ezúttal? Ha annyira szereted a vintage ruhákat és fájszer, és lesznek vintage ruhák, uramisten, de jó. Október 1-én bezár, rendben. Közeleg Szonya szülinapi, és még mindig nem találtam neki olyan. Lehet, hogy pont Clarence üzletében találok neki valamit. Nem kaptam semmit. Na, akkor... azt a boltot kell majd megnézzük, mert ott lesznek az új cuccok, de őszintén már nem emlékszem, hogy itt mit adnak. Uramisten, 110-be kerülnek? Hát annyira bocsi, de nem. Viszont ez elég menő. Ez a kis farmer kalap. És akkor ennyi van itt, oké. Okay. Ez milyen csizma? Hát annyira nem tetszik, de ez ilyen nagyon westernes dolog. És ez, ha látnám az övét, akkor biztosan tetszene. Jaj, de aranyos volt az orra! Hát eddig nem fogott meg annyira, de amúgy szép. Új dolgok. Mi most kiadtak egy ugyanolyasmi nyerget, mint a Morlandi? Konkrétan igen. Csak egy nagyon picit más az árnyalata. Meg úgy jobban lett árnyékolva. Jaja. Viszont ezek a... Jó, de mondjuk ezek meg pont ugye az újhoz vannak. Gyerektáska? Csinálva. Ilyen gyerektáskám már nincsen. Mondjuk 4000-ért elég jó
De, ja, szépek ezek. De most ezt a nyerget próbálom, igazából a kantárok érdekelnek. Köszönöm! De mondjuk ilyen kantárom meg van, de mégis olyan más, hogy néz ki. Aha, ez sokkal jobban, te... A lovam. Gyere föl. Ez nagyon-nagyon tetszik. De ahhoz meg kéne vennem a nyerget is, és 110 tálkain szerint nem fogok venni most nyerget. És ezek vissza se fognak jönni. Szóval most kéne bevásárolnom, azt mondja. Jó, ezzel még gondolkozom videón kívül. De majd úgy is láthatjátok a végeredményét, ha veszek. Uram Isten, az összes kell. Imádom. Oké. Eladok valamit, hogy legyen Jorvik swingem, és jövök venni. Jó, de jó! Na, ezek micsodák? Hát ezek nem valami új szerzemények. Kérem. Morland Western kantár. Itt nincsenek új dolgok? Na, azt mondták, hogy itt is van, hogy megint nem tudok olvasni, vagy emlékezni. Wow, de szép! És csak 4800. Ezek nem tetszenek. Viszont nyeregalátétem nincsen hozzá, szóval nem tudnám felvenni, de ez nagyon-nagyon tetszik. Ez nagyon szép. És kéne Jorvik Shilling, és vennem kéne szemüveget, de ezt is majd szerintem videón kívül, mert szerintem nagyon hosszú ez a videó. Szóval sorry, de bepótoltuk a kézetes lemaradásomat, vagy hát én bepótoltam igazából a kézetes lemaradásomat, és ó, mindenki őslóval, vagy hát sokan. De igen, most pont egy van itt, mindegy. De akkor ennyi is lett volna ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és a következő gameplayemben találkozunk, addig is, sziasztok!